Hát kezekre csokrom, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a hétvége. Elmúlt a karneváli hangulat, és már is itt vagyunk, mondom a mai témánkat, vagy hát mondjuk a mai témánkat. Az első témánk a tanévkezdés nehézségeinek megoldása a szakemberek szemszögéből. Javában tart a parlagfőszezon. Az allergiától nem csak az emberek szenvednek. Aztán bakancsos túranap Kőszegen. Újabb sportos akció suli kezdésre. Gyermekszoba kialakítása az esztimeségben. És hát holnap jön a Szavária Fórum minden szombathelyi lakásban, néhány téma ezek közül. Olvashatunk a hét emberéről, Stáni Céváról. Rendkívüli közgyűlésről is olvashatnak beszámolót. És hát ugye az iskola kezdéssel is foglalkoztak az újságban a kollégák, ezek a Szavária Fórum témái, olvassák, keressék a postaládákban. És hát most nézzünk meg egy kis bejátszást, hogy hogyan várják a gyerekek a tanévkezdést. Have a great first day at school, guys. We're gonna miss you so much. A legjobban a tesit várom, és nem tudom, még nem készültem rá. Bye, guys. Nagyon vártam a gimnáziumot, nagyon örülök, hogy bekerültem a Bolyaiba. Legjobban talán a matematikát várom, hiszen matek-informatika szakra megyek. Az osztályfőnök itt várom leginkább, azon az órán nem kell annyira aktívnak lenni. Tankönyvek közül azért melyikre vagy kíváncsi, melyiket szereted jobban fordítani? Biológia, matek, ami leginkább érdekel. Elég vidám volt ez a kis bejátszásunk, azért ez már meghozta a hangulatot. Én azt gondolom, hogy mindenki jó kedéllyel és jó hangulattal kezdje az iskolát. Nem? Éva, te hogy gondolod? Hát igen, az a fontos gondolom én, hogy mindenkinek jó kedve legyen, a gyerekeknek, a szülőknek egyaránt. És hát van, amikor megterhelő a tanévkezdés. Erről fogunk beszélgetni két vendégünkkel. Szeretettel köszöntjük Huszárné Móricz Katalin, az Elte Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárnőjét, és Éger Csaba pszichológust. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát már kezdjük is rögtön az elején, hogyan lehet segíteni a gyerekeknek, szülőknek a tanévkezdésben? Hát gondolom a legnehezebb azért mégiscsak az első osztályosoknak a tanévkezdés. Így van, de én azt gondolom, hogy minden családban, akiknek iskoláskorú gyermeke van, azért ez az ősz nagy változás. A szabadság után, a szabad napirend után egy sokkal kötöttebb napirend következik. A tanulásé lesz ismét a főszerep, elindulnak a külön órák, és a család életét teljesen másképp kell szervezniük. Különösen izgalmas és sok aggódással, félelemmel teli azoknak a családoknak, akiknek az első gyermeke jön az iskolába. Kíváncsiak arra és félve tekintenek előre, hogy vajon hogyan fognak ők megfelelni az iskola kihívásainak, hogyan tudnak megfelelni szülő és gyermek az iskola elvárásainak. Tankönyvosztás megvolt már. Igen, így van az iskolánkban is, és gondolom, hogy a város többi iskolájában is lezajlott, hogy nagyon felkészült kollégák vannak, akik ezt bonyolítják, úgyhogy ebből nekünk most nem akkor szokott. A családok általában a papírírószerboltokat támadják be. Így van, de már korábban is. És tudnak a tanárok segíteni abban, hogy mit kell venni, hiszen olyan széles paletta, hogy egyszerűen az ember bemegy egy írószerboltba, és nem tudja, hogy hová nyúljon, hiszen minden márka, mindent
Tehát, hogy így ebben nagyon tudnak... nagy a választék, és az ára is ehhez változik. Nálunk a Bolyaiban egy olyan jó gyakorlat van, hogy a beiratkozás után már májusban szülői értekezletet tartunk. Ilyenkor a szülői értekezleten igyekszünk mindenre kiterjedően tájékoztatni a szülőket, elmondani minden fontos információt, elmondani, hogy milyen eszközökre lesz szükség majd az iskola kezdéskor, és azért nagyon örülünk, hogy ügyelünk arra, hogy józanak maradjunk, és lehetőleg a családi büdzsét ne terheljük meg túlságosan, mert bizony ezek valóban nagyon drága eszközök. Azért egy olyan kérdésem nekem felmerül itt, hogy és nyugtassuk meg az első osztályosokat, hogy első osztályban nem egyszerre nekiállnak, ugye, és az A betűt próbálják megrajzolni. Azért egy kicsit ilyen játékosabb, tehát az óvodából jövünk az iskolába, és ott azért biztos kell egy átvezetés. Hogyne, természetesen. Azért egy egészen más világba csöppennek a kisgyerekek. Azért nyugtassuk meg a szülőket. Tehát megnyugtatjuk azért a szülőket, így igaz. Más világba csöppennek a gyerekek, és azért ez fizikailag is, szellemileg is, pszichésen is egy jóval nagyobb terhet jelent egy 6-7 éves korú gyermeknek. Természetesen egy első-második osztályba tanító, ezt nagyon jól tudja, hogy tulajdonképpen a vodás gyermekeket kap. És hogyan kezdjen vele majd meg a munkát, ebbe is jártas, és nagyon jól tudja azt, hogy milyen félelmekkel ülnek oda azok a kisgyerekek. Persze természetesen nem az A betűvel kezdjük, bár a gyerekek ezt szeretnék. Az első-második nap után, mikor hazamennek az iskolába, akkor bizony a szüleiknek azt mesélik, hogy még ma sem tanultunk. Ők már ezt várják, de ennek ehhez azért egy hosszabb előkészítő időszak előzi meg a betűtanulás szakaszát. Úgyhogy, és ott valóban rengeteg játékos, átvezető feladattal szoktatjuk őket az iskolai élethez. És ha már itt tartunk, akkor nézzük meg a gyerek oldaláról és a pszichológus oldaláról ezt a dolgot, ugye? Igen, hogy hogyan tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy mégiscsak egy nagyon nagy lépcsőfok az ő életükben. Nyilván nem mindegyik gyerek életében jelent ez, mert például mi, amikor az én gyerekem elsős volt, akkor nem éreztük, hogy... akkora nagy változás, mert jól vette az akadályokat, de nyilván nem mindegyik gyerek egyforma. Hogyan tudunk egy gyereknek segíteni abban, hogy lelkileg jól viselje ezt a megpróbáltatást? Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos szempont hangzott el most már itt több ízből az önök oldaláról, innen is, iskolai oldalról is, hogy vajon hogyan van a szülő ebben a helyzetben, és hogyan van a gyerek ebben a helyzetben. Most, hogyha egyenlőre mondanom, hogy csak az első osztályosokra szűkítem, alapvetően, amikor stresszről beszélünk, félelmekről beszélünk egy gyereknek az életében, akkor szülői oldalról nem mindig könnyű külön választani azt, hogy mi az, ami valóban a gyerektől jön, ami valóban neki okoz kihívást, amitől valóban ő fél, amiről egyáltalán lehet fantáziája, és mi az az oldal vagy olvasat, ami pedig nekem szülőként jelenik meg. Ahol nekem szülőként vannak elvárásaim, hogy majd a gyerekem viselkedjen jól az iskolában, mert milyen gáz lesz, hogyha a tanítónéni jön és azt mondja, hogy az én gyerekemmel van gond például, vagy hogy fog az kinézni, hogy mondjuk a testvéreim gyerekei ügyesek az iskolában, és ez enyém esetleg lehet, hogy nem lesz az. Ez mind egyfajta belső elvárás rendszert épít fel a szülőben és tart fel a szülőben, amivel ő maga hozzááll az iskola kezdéshez. Ettől függetlenül természetesen és semmiképpen sem elenyésző módon valóban a gyerek számára is ez egy nagyon fontos változás. Egy nagyon fontos változás az időbeosztásában, az energiáinak a felhasználásában, az erőforrásaiban. Mind a kettőre fontos figyelmet fordítani. Viszont azt gondolom, hogy mielőtt mind a kettőre figyelmet fordíthatnánk, fontos különösen otthon szülőként, hogy külön tudjuk választani a kettőt. Érdemes ilyenkor szülőként megállni egy kicsit, akár így az iskola kezdés előtti hetekben is, végig gondolni, végig érezni saját magunkban azt, akár szülőtársakkal beszélgetéseken keresztül, hogy azok, amik bennem vannak, félelmek, elvárások és ehhez hasonlók, amiket én esetleg a gyerek szájába teszek, mert azt mondom, hogy hát az én gyerekem már most nagyon aggódik, hogy lesznek-e barátai, hogy vajon az tényleg a gyereknek a félelme, van ennek valamiféle racionális megalapozottsága, korábbi megfigyelés óvodában, játszótéren, stb. Vagy a változás, ami a szülőnek is változás, ő benne előhív akár emlékek mentén, megtapasztalások mentén olyan kérdéseket, amik itt a gyerekére is vonatkoztathatóak, hogy úgy mondjam. Ez érdekes, itt megállítanám egy kérdés erejéig, tehát
Azért, mert itt arról beszélünk, hogy a szülőnek a szülő belső elvárásai a gyerek felé, önmaga felé, illetve arról nem beszélünk, hogy az iskola felé. Tehát van-e elvárása a szülőnek, hogy az iskolából mit szeretne kinyerni, vagy mit szeretne kapni? Azt gondolom, hogy ez az elvárás a rendszer, ami megjelenik, és itt tényleg azt tudom mondani, hogy elsősorban is meghatározó módon a szülőben, akinek már van tapasztalat az iskoláról, van tapasztalat, mert ő maga is ugye volt iskolás, és a gyereknek maximum fantáziája lehet, hogy az ott tulajdonképpen hogy is fog kinézni. Ez az elvárás rendszer, ez kiterjed természetesen, azt gondolom, elsősorban indirekt módon az iskolára is. Amikor az elvárás rendszeremben az első elvárások nem teljesülnek, akkor szembesülök azzal a feszültséggel szülőként, hogy ez most miért nincs így, ki ezért a felelős, ki a hibás. És innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy szülőként felismerem az én részemet, hogy én mit csinálhattam volna más, hogy meg esetleg az iskola is mit csinálhatott volna más, hogy, vagy hogyha ez a fajta önreflexiós képességem valamiért nincs meg, vagy nincsen erőforrásom arra, hogy ennyire abban az élethelyzetben magamra tudjak nézni, akkor azért megjelenhet erősen, hogy hát ezt az iskolának kellett volna. Tulajdonképpen én oda viszem a gyerekemet, akkor ők oldják meg. Azzal együtt, bocsánat, hogy természetesen az iskolának is megvan a maga része, és hogy mindig fölmerülhet mindkét oldalon a hiányosság. Azonban talán itt is érvényes lehet az a mondat, és fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk, hogy elég az elég jó szülő, nem feltétlenül érdemes tökéletességre törekedni, sok frusztrációt fog okozni. Elég az elég jó tanár, akinél a gyerekem elég jó kezekben van ahhoz, hogy az életéhez szükséges tudást el tudja sajátítani, és a képességeket meg tudja szerezni. Ez egy nagy frusztráció csökkentő tényező tud lenni, hogyha így tudok hozzáállni. Egy szülő hogyan tud segíteni a gyerekének, hogy minél könnyebben be tudjon illeszkedni az első osztályban, illetve az új közösségben egy gyerek? Itt visszatérnék akkor ahhoz, hogyha megállapítottam szülőként, hogy mi szól róla, akkor utána lehetőségem van arra, hogy ebben segítsen. Mégpedig talán elsősorban azzal, hogy engedem, hogy legyen az, ami van. Nem próbálom meg szülőként belenyomni valamiféle formába, hogy itt most akkor mi történik és hogy történik, és akkor neked ezt most így kellett csinálni, és te igazából azt érzed, hogy szülőként, mert mi ismerjük a gyerekünket, hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt így jobban tudjuk. Ez sok mindenből fakadhat, többek között a saját stresszemből is, hogy a bizonytalanságot nem jól viselem, ezért inkább megállapítom, hogy mi a baj, és gyorsan rámondom. Viszont a gyereket elsősorban azt gondolom, hogy azzal tudjuk segíteni, hogyha hazajön, és azt látom rajta, hogy mozog benne valami, akkor mozoghat benne valami. Mesélj el, mondja el, akár többször is kérdezze meg, vezessük bele játékba, különösen elsős gyereknél, aki még ugye az óvodából áttérve, délután jelenítsük meg bábokkal, babákkal, homokozóban, bárhol mi történt, mi lett volna egy jobb megoldás, rajzolja le. Szóval egyszerűen azzal már szülőként, hogy megengedem a gyerekemnek, hogy te érezheted azt, amit érzel, nem akarom azt megváltoztatni, vagy megmondani, hogy mi az, már segíteni tudom abban, hogy ő ezzel szembesüljön, és ebből pedig fakadhatnak megoldási stratégiák, amikor ementén beszélgetés alakul ki, mert a valós dolgokról beszélünk. Egy picit a tanárnőhöz fordulunk most újra, hogy milyen elvárások vannak, vagy miben tudunk mi segíteni a tanároknak, úgymond mi szülők, ahhoz, hogy a gyerek ott legyen? Én azt gondolom, hogy ennek az alapja az együttműködés. A szülő-tanár és a gyermek együttműködése. Akkor tudjuk közelíteni az elvárásokat, az otthoni elvárásokat és az iskola elvárásait, valamint a gyermek teljesítményét. Hogyha nagyon szigorúan együttműködünk, ha mindig módot adunk rá, hogy akár ha a tanár felől indul a kéréskészség, akár a szülő felől, meg tudjuk ezeket beszélni. Legyen az akár egy tanulási helyzet, vagy egy magatartási probléma, én mindig hiszek abban, hogy az átbeszélés, a közös erővel, hogy megteremtsük a megoldást, az egy nagyon-nagyon hatásos, hosszú távra segíthet megoldani bármilyen problémát. Ami a gyerekeknek volt jó pár hónapjuk, hogy hát fellélegezzenek ugye az iskola alól. Azok, akik ugye nem az elsőbe, illetve az óvodásoknak is volt egy jó pár hónapjuk. Hát így ugye gyerekként gondolom a gyerekek azok szeretik elengedni ezt a dolgot, és az utolsó pillanatokban ocsúdnak fel, hogy úristen iskola.
Hát vagy lehet, hogy úgy fogadják ezt, hogy igen. Iskola. Hát ez egy mindig egyébként egy szerintem, kérdés, most bocsánat, hogy közbevágok, de hogy szerintem ez nagyon sokat függ attól, hogy a szülő mit sugall a gyerek felé. Tehát én például nagyon nem szeretem azt, amikor az van, hogy azt mondják a gyereknek, hogy szegény, mész iskolába. Szerintem nem ezt kell sugallni, hanem azt kell sugallni, hogy milyen jó, hogy mész iskolába, hogy már olyan nagy lettél, hogy mész iskolába. Milyen jó, hogy megyünk iskolába. Tehát, hogy visszacsatolva ehhez a problémához, hogy nagyon fontos az, hogy gondolom mi szülők ezzel is nagyon sokat tudunk van, segíteni a gyereknek. Külön hogy... szoktuk is kérni a szülőket, hogy ne riogassák az iskolával a gyermeket, hanem inkább akkor beszéljenek a saját iskolás élményeikről, hogy milyen barátaik voltak, hogy milyen mulatságos történetek estek meg velük annak idején az iskolába, hogy melyek voltak azokat rettegett tanárok, melyek voltak, akiket nagyon szerettek. Tehát pozitívan álljanak az iskolához, és így próbálják közelíteni a gyermeket. Én gyorsan egy kérdés, és akkor egy-egy választ szeretnék erre, hogy igazániból hétfőn elkezdődik a tanév. Mi az a egyetlen egy jó tanács, amit így szülőnek és gyereknek el tudnának mondani? Útravaló. 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 Ugye, hát most táska biztos nehéz. Tehát nehéz lesz az iskolatáska, ez valószínű. De reméljük, hogy így evel az előbb említett együttműködéssel és szerető odafigyeléssel, türelemmel, azért minden pedagógus kollégám nevében mondhatom, segítünk abban, hogy a gyerekeknek gördülékeny legyen az iskola kezdés, illetve az egész tanév. És akkor nézzük, hogy mit rakunk még ebbe a táskába bele. Mindig egy nagy kihívás egy jó tanácsot adni, de hát igen. Én azt hiszem, hogy én is egy kicsit visszacsatolnék ahhoz, amit az imént mondtam. Minél inkább, és ez nem csak az iskola kezdésre vonatkozik, hanem minden krízis helyzetre, minél inkább merem és tudom látni azt, ami van érzelmileg a lelkiekben egy-egy kapcsolatban, annál inkább fogok tudni azzal majd mit kezdeni, akkor is, hogyha nehéznek tűnik. Akkor elkezdem elfedni, meg úgy sem, mintha nem lenne az problémát okoz. Úgyhogy a jó tanács az ez lenne, hogy engedjük meg magunknak és a gyerekeinknek, hogy lássuk és megtapasztaljuk azt, ami van, utána abból lehet építkezni. Na hát vigyük a táskánkat akkor tovább. Így Évi. Van, köszönjük szépen vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk, mi pedig megyünk tovább. Nem csak az emberek, hanem az állatok is szenvednek az allergiától. Ezekben a hónapokban a parlagfű szezon miatt nagyobb a forgalom az állatkórházban. Az ország több pontján harmadfokú riasztás lépett életbe az extrém mértékű parlagfű pollen koncentráció miatt. Ez nem csak az embereket, hanem a kutyákat is érintő probléma. Nagyon is érintettek a kutyák is, körülbelül 40%-uk allergiás, ami egy borzasztó arány. Azt hiszem, hogy hasonló ez a humán arányokhoz. Összességében azt lehet mondani, hogy két nagy csoport van, amire allergiásak lehetnek. Az egyik az eleség, ez egy 20-25%-a a kutyáknak, tehát csak az egy negyede körülbelül. A másik nagy és sokkal nagyobb csoport az az, amelyikek a belélegzett allergénekre. Ennek is két nagy csoportja van. Azok az állatok, akik folyamatosan egész évben vakaróznak és problémáik vannak, azok inkább, és benti kutyák, azok valamilyen benti allergénre, ugyanúgy, mint az emberek, adkapor, gombaspórák, tengeri maradszőr, vagy bármi, tehát egy benti allergénre érzékenyek. A másik nagy csoport itt ezen belül, az pedig a növényi pollenek. Ez is többféle lehet, és nagyon-nagyon tipikus az, hogy igen, sok kutya ilyenkor augusztusban jön el hozzánk, és valószínűsíthetően a parlagfű miatt szenvednek. Összességében, ami feltűnik a gazdáknak, az a vakarózás, rágja magát, nyalogatja a mancsait, szinte mindig ez szokott lenni. Sokszor társul ez bőrgyulladással, kipirosodik a bőre, egyes területeken kihullik a szőr, ilyenkor azért nagyban felmerül a gyanú. Hogyan mutatható ki, hogy mire allergiás a kutyus, és mit lehet ellene tenni, akár hogyha pollenről van szó?
Igen, hát magát, hogy ez egy allergia, ahhoz a biztos diagnózis a legjobb, az egy bőrbiopszia. Bebódítjuk a kutyust, és kicsike kis bőrdarabokat kimetszünk, és szövettani vizsgálatra küldünk. Pesten van egy kolléganőnk, aki erre specializálódott, és akkor ő megmondja ezt a diagnózist. Utána, hogyha van egy ilyen diagnózisunk, akkor vérből szoktunk allergiatesztet csinálni. Ez sajnos az ereségre nem működik megbízhatóan, viszont az összes többire igen jól működik. Ezzel pontosan meg lehet állapítani. Egy-egy ilyen állatnál sajnos nagyon gyakran nem csak egyféle dologra, hanem akár 3-4-5-féle dologra is mutatkozhat érzékenység. Hogyha tudjuk konkrétan, hogy mire érzékeny az állat, akkor lehet immunterápiát csinálni. Ez azt jelenti, hogy azt az allergént, amire érzékeny az állat, azt injekció formájában 3 hónapig hetente egyszer beszurkáljuk neki, és így hozzászoktatjuk a szervezetét. Ez a módszer elég hosszadalmas, viszonylag költséges is, és körülbelül a 70%-át tudja megszüntetni, de ez az oki kezelés. Korábban, amelyik krónikusan allergiás volt állat, ott igazán csak a szteroid gyulladás csökkentőt lehetett használni, ami hosszú távon azért nagyon sok mellékhatással járt. Most az utóbbi években, az utóbbi 4-5 évben jó pár új hatóanyag megjelent, amit így hosszú távú tüneti kezelésre lehet használni, és azoknak nincsen mellékhatása vagy elenyésző. A rovatot a Szombathelyi Állatkórház támogatja. Nos, hát itt van velünk Básti Béla alpolgármester, Kőszegváros alpolgármestere, és Györfi Gábor turisztikai menedzser. Köszöntjük őket itt a stúdióba, nagy nagy szeretettel. Viszont, hogyha Kőszeg, akkor elsősorban mindenkinek az ostromnapok jut elsősorban az eszébe, hiszen most van záró akkordja az ostromnapoknak, igaz? Valóban augusztus hónap Kőszegen az ostromról szól, hiszen ugye egy hónapon keresztül ostromolta a török Kőszeg városát, és az utolsó hétvége az mindig egy záró akkord ebben a történetben, amely már nem a harcokról, nem a katonai jelmezes hagyományoknak a vívásairól szól, hanem arról az örömről, hogy sikerült megvédeni a várost. Éppen ezért, hát hogy fejezi ki az ember az örömét? Zenél, így van, zene van. Örömzenélés van. Zene. Na de, hogy miért is jöttünk most itt össze? Szorongatok egy szórólapot kezemben, és hát Kőszeg város híres arról, hogy nagyon jó programokkal látja el az odalátogatókat, és hogyha már oda megyünk, túrázunk, ott vagyunk és bezárjuk az ostromnapot, kinyitunk egy másik kaput, akkor bakancsos találkozó lesz Kőszegen. Pontosan mit is jelent ez Kőszegnek, magának a városnak, hogyan néz ez ki? De maga a bakancsos turizmus Kőszegnek egy kiemelt ágazata, hiszen a mi felfogásunkban, és azt reméljük, hogy ezt Vas megyében és az országban is sok helyen osztják, a Kőszegi hegység az egy olyan természeti turisztikai élmény önmagában, ami mindig hívja, várja a vendégeit, a hőségben azzal egy kicsit hűvösebb, ősszel meg aztán természetesen kiemelkedően, hiszen akkor termések is vannak, meg színek is vannak. Ilyen szempontból ez a bakancsos találkozó, amely Kőszegen lesz, mondhatjuk egy második szezonnyitónak, hiszen egészen október végéig, novemberig, amíg teljesen elromlik majd az idő, addig várja a Kőszegi hegység a bakancsosokat, és az elmúlt években, most már ez elég hosszú idő tekint vissza, folyamatosan fejlesztjük az osztrák kollégáinkkal együtt az Alpannónia határán átnyúló túraútvonalat. Most ennek a túraútvonalnak a fejlesztései kapcsán bővül a turisztikai kínálat, és a bakancsos turista rétegnek kiemelten szeretnénk megmutatni azt, hogy merre halad az Alpannónia Kőszegen. Ugye új útvonalak is létre jöttek, és azt gondoljuk, hogy ez egy jó őszi kezdet lesz. Évi, mondhatjuk azt, hogy meg lehet hódítani az írott kőt? Meg lehet, természetesen. Az a kérdés, hogy gyerekeknek is ajánlott ez, vagy pedig hogyan működik ez a korosztályokra van osztva leginkább a túrázás, kiknek ajánlott, családoknak, kisgyerekes családok, kik látogassanak leginkább ide? Hát így
A jövő heti első iskolai hétvége fáradtságát kipihenve természetesen gondoltunk. Túrázzanak egy nagyot. Gondoltunk a családokra is. Mert pontosan ugye az, hogy outdoor fesztivál, vagy outdoor találkozó, bakancsos találkozó Magyarországon még nem annyira ismert, de ez egy kicsit azt jelenti, hogy szabadidős, kint vagyunk, jól érezzük magunkat. Van ebben valóban teljesítménytúra is. Oda menjenek azok a 300-400-500-an, akik erre készültek. De van lehetősége a családoknak a Kőszeg történelmi belvárosába, a Várárokba, Várparkba és a főtéren nagyon kiváló, ha lehet ezt mondani, túrákhoz, outdoor tevékenységekhez kötődő élmény játszóparkban részt venni. Kitelepül például a Holdfényliget, az Alpokalja kalandparkja, és más élmények is várják te a családokat, tehát lesz például egy túráz velünk családi hétpróba ajándékokkal, lesz egy mászfel csúszle típusú ügyességi tízpróba mászófallal, láda mászással, mini túrával és sok minden mással. Tehát azban bízunk, és egész Kőszeg is erről szól, hogy velünk lenni, a Kőszegi hegységben lenni, az egy élmény, egy jó élmény az egész családnak, mint ezt nyáron is megtapasztaltunk, egyre többen jönnek hozzánk, nem csak azok, akik végig kívánják járni komolyan a kék túrát, vagy az Alponónia túrát, de azok is a család, azok a családok is, akik adott esetben 10 vagy 15 év múlva jutnak oda, hogy majd biciklire szállva 2-300 kilométert menjenek a gyerekekkel. Hol tudunk találkozni, vagy hol van ez a találkozó, vagy hol van az a pont, ahova az emberek oda tudnak menni, és azt tudják mondani, hogy na megjöttem, és akkor én részt szeretnék venni ezeken a programokon. Nagyon jó a kérdés, és ezért is helyeztük ennyire középpontba egy túra hétvégén a várost. Tehát a találkozópont az nyilván Kőszeg. Ugye Kőszegről indulnak a túrák. De Kőszeg se kicsi. Kőszeg se kicsi, azon belül pedig hát nyilván a Kőszeg szíve, a belváros, a vár, ez a térség, ugye, ami talán azt mondhatjuk, hogy a legszebb része Kőszegnek. A főtéren és a vár körül egyaránt lesznek programok. És tehát regisztrálni kell ezekre a programokra, vagy mondjuk egy túrára, vagy ez hogyan néz ki egészen pontosan? Tehát oda megy a család, és azt mondja, hogy mi a, nem tudom, Szabó család. Világos. Ugye válasszuk ketté a történetet. Ugye valóban egyrészt teljesítménytúrák is zajlanak ezen a hétvégén. Tehát a teljesítménytúráknak a gazdája a Borostyánkő Természetjáró Egyesület, egy szombathelyi egyesület. Én azt gondolom, hogy az ő honlapjukat érdemes megnézni és felkeresni egyrészt a túráknak a pontos megismerése céljában, hiszen 10-től 42 kilométeres távokig eléggé nagy spektrumban vannak ezek a túrák. És azt is vélemezem, hogy azért velük érdemes kapcsolatba lépni már előtte. De bárki, aki éppen véletlenül, mert csak azért, mert reményeink szerint lehűl egy olyan 20 fok körülre a hőmérséklet is, tehát akinek akkor ült eszébe, hogy menni kéne valahova, az is élményben részesülhet, mivel miközben az Egyesület megszervezi ezeket a nagy teljesítménytúrákat, a nap folyamán folyamatosan egészen kis izgalmas programokat, a napfelkeltétől a csillagnéző túrákig mennek azok a rövid túrák, amelyek 10 km alatti távon vannak, tehát az 1 és 2 óra alatti közötti időspektrumban teljesíthetők. És a találkozás pedig, és itt volt nagyon fontos Kőszeg, úgy valósul meg, hogy nem az történik, mint esetleg máskor, elmegyünk, kirándulunk, autó megyünk, hazamegyünk, hanem Kőszeg folyamatosan várja egy szabadidős kínálattal. Ezek azok a játékok, ezek azok az élményszerű túrázásra való ismerkedések, vagy egyszerűen ott levő játék, eszközökkel való játék, ami a városban, a vár körül és a főtéren valósul meg, és itt tényleg a mászófaltól a gokártok kipróbálásáig rengeteg lehetőség lesz. Kezdő túrázóknak mit ajánlanak? Mi a legfontosabb? Mire kell odafigyelni? Tehát olyan jó bakancsot gondolom. Nem, tehát ez... Na pont ezt akartam mondani, hogy ne azon törjék a fejünket, hogy milyen bakancsok van, hanem azon, hogy menni kell. Ez... De azért nem mindegy, hogy miben. Lesz a főtén egy túrafelszerelés bemutató, konzultáció, ki lehet próbálni. Nem mondom, hogy minden számból lez bakancs, de egy, ott beszélgetés. De az én ebbe a gyönyörű cipőbe. Az tökéletesen alkalmas a főtéri sétára. Azt hittem, hogy a túrázásra. A mezitlábas túra tavaly volt, az idén kutyafuttatós dűlőmenti túra is lesz. Úgyhogy
A mezitlábas túrára még teljesen jó lehet. Még az, akár az év is, vagy én is. Na de végül is nem tudjuk, hogy mire kell nagyon odafigyelni a kezdő. Igen. Komolyra fordítva azért, egyrészt azért nekik jobban ajánljuk a teljesítménytúrák helyett azokat a városkörnyéki túrákat, amelyek ugye az alpanoniás fejlesztésekhez mennek. Ugye elég sok fejlesztés volt az elmúlt, hát most lássan 10 évben az alpanoniás program keretében Kőszegen. Tehát a Csónakázótóhoz, vagy éppen a Szulejmán kilátóhoz, vagy a Hétforrásig maximum, tehát ezek azok a túra távolságok, amik itt szóba jönnek. Másrészt természetesen azért, ha már itt tartunk, azért egy sportcipőt érdemes elővenni, ha bakancsot nem is kell venni. De azért az mindenképpen hát, ebben jó lesz. Nem tudok sajnos most mondhatnám, venni. Hogy Kőszeg tenyerén hordozza a vendégeket, de... De hát a főtéren attól még lehet sétálni, tehát valóban a tenyerén hordozza. Abszolút. Az alpolgármester úrhoz lesz egy fontos turisztikai kérdésem. Hogyha azt nézzük, hogy turisztikailag és program turisztikailag is a város milyen látogatottságot kap, gondolom azért a város marketing méri az ide látogatókat, és méri mondjuk a szoba foglalásokat. Az a kérdésem, hogy körülbelül be tudjuk-e határolni azt, hogy ezen időszakok alatt mekkora látogatottságot kap a város? A kérdés adresszálása szempontjából azért Rájzek Gábor, mert ő a turisztikai menedzser a városnak. Hát, de, lehet az övé is a kérdés. De természetesen néhány általános gondot én is tudok mondani. Én azt gondolom, hogy azt látom, hogy a nyári időszakban nagyon sok vendégünk volt. Azt tudom, hogy például a őszi, hogy is mondjam, karakteres időpontjainkra, mint egy szüretre, de akár szinte most már egy normál hétvégére is, aki szálló vendégként akar jönni, és nem egy hónap előtte foglal, az már komoly nehézségekbe ütközhet. Tehát a meglévő szállásunk, azt látjuk, hogy ezekben a hónapokban mind a nyári időszakban így volt, és ez egészen kitolódik, azt gondolom novemberig, el lehet mondani, hogy gyakorlatilag szinte teljes kihasználtsággal szoktak működni, vagy legalábbis már keresni kell a helyeket. Azért hadd tegyük hozzá, egy Kőszeg kirándulóváros is. Tehát nagyon fontosak a szálló vendégek, és nyilván a gazdaságról beszélők azt mondanák most, hogy az hozza a több pénzt. De azért a kőszegiekben van egy olyan tudat, hogy a mi városunk egy szép és kedves város, ahova mindenki szívesen jön. Tehát nekünk ilyen értelemben a közérzetünk szempontjából is nagyon fontos, és itt a kirándulók ugye ezt sokat hozzátesznek, hogy lássunk embereket Kőszegen, akik megerősítik azt, amit látunk, hogy itt van 300-400 év építészete, milyen jó ide bejönni, milyen jó itt lenni, és egy kicsit mi is jobban érezzük magunkat egyébként, hogyha ott vannak a kirándulók. Éjszakai túrázás. De Évi. Igen, ezt akartam én is mondani, egy éjszakai kicsit beszéljünk. Ez hogyan zajlik? Biztos van. Van egy éjszakai túránk egyébként, méghozzá jövő héten este, szombaton este 8 órakor indul a csillagtúra, ami tulajdonképpen végigmegy azon a város feletti pontokon, onnan különböző szögekből egyre szebben, egyre sötétebben sötétebben, egyre szebben látszik a város. Azért valami fényforrás van az emberek kezében ilyenkor, ez, nem? Ugye a mai korban ez már hiába írja az ember, hogy zseblámpát ajánlott hozni, mindenki hozza a telefonját. Tehát ez most már nem gond, ez így volt egyébként az ostromnapi éjszakai túrán is, és így lesz most is. De azért kiváló... gondolom van egy pont, amikor azt mondja valaki, hogy most minden telefont kapcsoljunk le és sötétbe legyünk, nem? Ez hadd maradjon a mi titkunk. Hát ott mindenki sikogat. Úristen, hol vagyok? Jaj, megcsipett jó. Valami. Mindenesetre a Kálvárián, Trianoni kereszten, Szulejmánon keresztül, tehát egy nagyon szép részeken, már kicsit szőlőhegyi erdős részeken vezet az éjszakai túra, és még éjfél előtt visszaérünk, hogy bármi más programra készül az ember. Az a lényeg, hogy sötétbe. Így van, sötétbe este 8-kor indulunk. Ide akár családok is mehetnek. Feltétlenül, mindegyik program nyitott, és ingyenes. Tehát ez az egész hétvégének egy nagyon nagy, és nagyon nagy köszönettel tartozunk például a Herényi Művelődési Ház csapatának, hogy Szombathelyről is jövő szombaton reggel 9-kor indul egy kerékpáros túra. Az indulás idejét tudjuk, a hazaérkezés ideje pedig attól függ, hogy ki mennyire fogja jól érezni magát a bakancsos találkozón. Azt hiszem, megköszönhetjük, hogy befáradtak és elmondták nekünk ezt a bakancsos túrát. Önöknek pedig mindenképp javasoljuk azt, hogy hát vegyenek sportcipőt és látogassanak el Kőszegre. És akkor mi megyünk is tovább témáinkkal. Tanévkezdési akciók az Intersportban.
Elérkeztünk az iskola kezdési szezon véghajrájához, már csak pár nap is becsengetnek, úgyhogy mi is sok akcióval várjuk még az utolsó nyári hétvégén a hozzánk ellátogatókat. Adidas gyerekmelegítő 9990 forinttól, Nike utcai vagy éppen testnevelésre sportcipő 7990 forintért kapható. Ezek mellett fehér póló, kék testnevelés, nadrág, Protács, Adidas, Nike különböző márkákban mind-mind megtalálhatóak nálunk. Ezek mellett például számos iskolatáska, hátizsák van akcióban, ezeket is mind-mind megtalálják nálunk a hozzánk ellátogatók, legyen ez egy Adidas, Nike, vagy éppen egy Heavy Tools hátizsák. Az iskola kezdés mellett ugye az utolsó napjait rúgja a nyár, és mi is a kiárusítás végéhez közeledünk gyakorlatilag. Számos nyári termékünk van akcióban, bikinik, fürdőruhák, fürdősortok, Heavy Tools, Arena, Adidas, Tom Taylor ruházat, mind-mind a nyári kiárusítás részeként nagyon kedvező áron találhatóak meg üzletünkben. Ez az iskola kezdés mellett egy fő témakör, tehát a kiárusítás utolsó napjai az Intersportban. A hétvégén szombat és vasárnap is nyitva vagyunk, vasárnap este 6 óráig várjuk még az utolsó bevásárló rohamot az iskola kezdés előtt. Most pedig Gáspár Eszter a gyermekszoba kialakításának technikai oldalát járja körül az Eszti mesékben. A babaszoba kialakítása minden szülő életében egy hatalmas nagy feladat, úgyhogy most annak járunk utána, hogy hogyan érdemes kiválasztani akár a padlóburkolatot, vagy éppen a falfestéket. Tartsanak velünk! Gyerekszoba bútor kialakításánál minden szülőnek nagy odafigyeléssel kell kialakítani a babának azt a kis pici lakrészt. Hogyan álljunk neki? A legfontosabb az, hogy mekkora a tér, hogy milyen az igénybevétel. Ugye nyilvánvaló a babaszobánál milyen az igénybevétel. Azért itt a tisztántartatóságot kell legigazából figyelembe venni, illetve a színeket, hogy minél kisebb a terület, annál mondjuk világosabb burkolatot kell választani. Én okvetlen javaslom, hogy lehetőség szerint maga a burkolatokat, általában a fautánzatot, a természetességet bevive abba a légtérbe, járjunk el alaposan a burkolatnak a választásánál, tehát lehetőség szerint nem pardullapot, vagy csempét, vagy esetleg ilyen kerámia burkolatot, hanem mint például akár a legújabb trendeknek megfelelő vinél burkolatot válasszunk. Erről mit kell tudni? Ez mennyiben más, mint a laminált padlón? A laminált parkettának ugye az elterjedt Magyarországon, gyakorlatilag a rendszerváltozás évei után hip-hop bejöttek a barkácsáruházak, illetve a multi láncok által. Nagyon könnyű lerakhatósága volt, a kopásállóság az ugye mindig ugye megkérdőjelezendő. A vinillel ellentétben, ami nagyjából az európai trendek szerint úgy 2 éve erősen ível felfelé, én azt gondolom, hogy különlegességét abban rejli, hogy vízálló. Tehát vannak olyan vinil padlók, amelyek fürdőszobában, konyhában is ugyanazt az érzetet tudjuk vele előállítani, mint például egy laminált parkettánál, holott az pedig nem vízálló és sérülékenyebb sokkal. És egy babaszobánál fontos, hogy azért jó pár évig amúgy se, tehát akár még a tini szobát is. Megmondom őszintén, hogyha itt a kezedben látod, ezek a vinil darabok, amelyek megszólalásig szinte hasonlítanak a laminált parkettára, egyébként csak a pozitív tulajdonságát tudnám kiemelni. Ugyanúgy klikkesek, ragasztani kell, egyébként különböző alátétekkel lehet változtatni, hogy padlófűtéshez szigeteljen. Egyébként ezek a nagyon sok változat, illetve rengeteg sok ikonkép mutatja, hogy mennyire praktikusabb. Én azt gondolom, hogy a babaszobánál okvetlenül legfontosabb az, hogy a higiénés előírásokat betartsuk saját magunknak, hát a pici számára. Nem csak burkolatra van szükségünk, gyerekszobánál, nem falfestékre is, úgyhogy menjünk is át arra a részletre, és nézzünk körül, hogy rendben van, menjünk, sok újdonság lesz ott is.
Hogyan válaszunk a babaszobához jó falfestéket? Milyen szempontok alapján? Óriási választék van. Megkülönböztetjük a színre keverteket, tehát ezeket az úgymond egyrétegű falfestékeket, illetve megkülönböztetjük azokat a festékeket, amelyeket mi keverünk színre otthon, vagy kikevertetjük keverőgép által, színpasztákból. Én javaslom egyébként, hogy prémium kategóriájú festéket válasszunk, lehetőség szerint úgymond egyrétegűt, illetve legyen egy ilyen easy care, illetve pontosabban ennek kicsit jobban magyarosítva az a neve, dörzsáló, mosható festéket válasszunk. Ez a piacon a különböző pigmentanyagoknak és az adalékok anyagoknak köszönhetően rendkívül módon tartós, a kis maszatos kis tappancsok is igazából semmi problémát nem okoznak, egy törléssel gyakorlatilag egy vizes nedves törlőkendővel el lehet távolítani a foltokat, a koszt, illetve nagyon sokáig penészálló, nagyon környezetbarát felhasználással készült és vízbázisú. Tehát semmi fajta olyan kemikál, vegyületek nem lesznek a levegőben ezekkel a falfestékekre, hogy feltesszük őket a falfelületre. Tehát akkor közvetlenül baba érkezés előtt is kifesthetünk, nem lesz ebből semmilyen probléma? Nem. Pontosan, erről is szól. Egyébként itt most a dobozon is lehet látni egyébként, hogy egy kislány éppen mossa saját maga a falat. A címválaszték az van bőven, ahogy látom, úgyhogy itt most már csak a képzelet fog határt szabni nekünk. A mostani trendeknek megfelelően egyébként a babaszobákat nem nagyon tematikus színekre festik le, általában minél világosabbakat választanak, hogy kicsit uniszeszebb legyen. Nincsenek az a hagyományos babakékek és rózsaszínek, vagy pinkek, attól függetlenül nem gondolom, hogy nem lehet ezt ezzel, de viszont ugye, ha jóval továbbra gondolkodunk, azt gondoljuk, hogy a világos falszín inkább a baba, vagy a anyuka, apukának a kreatív képzeletét felülmúlva inkább mással díszítünk, így mint például a falmatricákkal díszítjük a falakat. Hát akkor nézzük is meg a falmatricákat. Megérkeztünk ide a falmatricákhoz, mit érdemes róluk tudni? Hova ragaszható? Látom, választék az van bőven. A falmatrica reneszánszát éli, nagyon-nagyon, tehát nem nagyon-nagyon sokfajta van, nem igazából azt kell mondani, mint régebben, hogy voltak ilyen egyszerűbb típusú falmatricák, tényleg több generációt is át tud ívelni ez a fal dekorálási forma. Ez most azért mondom, hogy reneszánszát éli, mert olyan nagyon sokfajta választék van, és ezért is mondtam az előbb, hogy a falszíneket egy kicsit semlegesebbé, tehát a fal festéknek a minőségét választjuk meg. A színekben azért már nem annyira domináns, hiszen a falmatricákkal tudjuk tenni, akár több generációhoz igazítva is a falnak a dekorációját. Falmatrica nem csak falra, hanem az új trendek szerint bútorokra is. Az új bútoroknál egyébként nagyon sok a fehér felület, direkt azért, hogy a falmatricákkal tudjuk a saját identitásunknak megfelelően kialakítani, vagy a fiú, lány, akkor idősebb, fiatalabb, több generációt bútort kiszolgálni. Falmatricát megkülönböztetjük egyébként, vannak ezek a nagyon jó pofa 3D-s ilyen pufi falmatricák. Ugye nyilvánvaló, hogy ezek már a térben is egyébként elállnak, és nagyon tényleg egy pár darabban nagyon különleges atmoszférát lehet kialakítani, illetve természetesen a legjobb itt a fiúknak ezek a különböző rali, vagy éppen korosztálytól függetlenül esetleg brandesített falmatricákat is a kedvencüket föltenni. Milyenek vannak még? Talán annyi, hogy vannak például ilyen világítóak, tehát ezek elemmel működnek, és gyakorlatilag éjszaka automatikusan felkapcsol, ez egy nagyon jó pofa. Illetve vannak olyanok, amelyek foszforeszkálnak és csillognak, hogyha lekapcsolják a villanyt. Tehát választék az van bőven, igen. A gyerek szobát abszolút személyre tudjuk már a mai világban. Pontosan. Szabé, kislányos, kisfiúsra, világítósra. Hát köszönjük szépen a segítséget. Igazán ön. Szívesen tettem, örömmel. Köszönjük, hogy most is velünk tartottak így az augusztus utolsó epizódjában. Tartsanak velünk szeptemberben is, hiszen akkor is itt leszünk. Viszontlátásra! We'll be right back.
Hát ez volt a hétvége. Köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, itt voltak, és természetesen keressenek minket a Facebookon, lájkoljanak minket, és hát jövő héten újra ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jean Store öltöztette. A műsorvezető frizuráját a Hair Fashion fodrászat készítette.